A nagyszerű kezdés után némileg megtorpant a bajnokságban a Nyíregyházi KC. A szezont győzelmekkel kezdő együttes első vereségét a Békés KC otthonában szenvedte el, majd a megyebeli osztálytárs Nyírvától elleni magabiztos siker után utazta Horosházára Kaplonyiék. Az NB1-es klub utánpótlás csapata elleni döntetlen minden tekintetben csalódás volt Varga Zsolt szakmai igazgató számára. Ez egy be nem tervezett pontvesztés volt. Igazából az a probléma, és azt láttuk, hogy túlságosan félváró vettük ezt a mérkőzést. Tehát amikor már észbe kaptunk, akkor már azt mondjuk, majdnem késő volt. Ez több dolognak is köszönhető, és ezt még ki fogjuk elemezni, ez még nem beszéltük ki teljes mértékben csapatszinten. Én azt gondolom, hogy a bajnokságot nagyon jól indítottuk, várakozás fölött. Én azt gondolom, 6-ból 6 meccset nyertünk, és egy picit úgy éreztem, hogy ott a Békés meccs előtt a csapat megtorpant, vagy azt gondolta, hogy innentől kezdve már megvan a bajnokság, és legalább az őszi fordulója. Hát ez nem így történt, és két olyan nem tervezett pofont kaptunk, ami fájó most nekünk. A hétvégén nem rendeznek fordulót a bajnokságban, így Kaplonyi Zoltán csapatkapitány szerint legalább lesz idő arra, hogy rendezzék a sorokat. Most van két hét szünetünk, hogy egy kicsit fizikálisan rendben lehet tenni a csapatot, bár én úgy gondolom, hogy ezzel nincsen problémánk. Elsősorban a fejekben kell, tehát én úgy gondolom, hogy a csapatnak össze kell jönni, egy kicsit beszélgetni. Az utóbbi időben sajnos ez elmaradt. Ugye fontos az, hogy a csapat kohéző az mindig meglegyen. Az az igazság, hogy most egy kicsit így ez megtört, ráadásul ugye az lenne a legfontosabb, hogyha nem csak a győzelemben, hanem a vereség után is a csapat összejöjjön, egy kicsit együtt legyünk, beszélgessünk, mindenki mondja a problémáit, mi az, amiben tudnánk esetleg segíteni neki, úgyhogy valószínű, hogy ennek fogjuk szentelni ezt a két hetet. A Nyíregyházi KC az őszi szezonból hátralévő 5 meccséből 3-szor hazai környezetben, 2-szer pedig idegenben lép pályára. Elsőként november 14-én az Ózdot fogadják Kaplonyiék, míg egy magyar kupa fellépés is vár az NKC-ra, december 2-án a legjobb 4 közéjutásért az NB1-es Orosházával mérkőzik meg Varga Zsolt együttese.